Na, hellóka, hellóka mindenkinek! Sziasztok! Szia, Valentina! Na gyerekek, hát innen jelentkezünk az új kecóból. Tina már itt helyrehozza itt a dolgokat a konyhába. Zsíroldózás, prontózás! Már ezt igazából azért csináljuk ezt a videót. Hogy lássátok, honnan indultunk. Hogy igen, hogy honnan indultunk, de hát már így is rengeteg mindent csináltunk. Szóval a legelejétől kellett volna venni. Hát igen. De hát... Na, ti nem körbevezetel minket? Én? Aha. Mindjárt. Na, szóval hát a konyhánk amúgy ilyen, hát itt felfordulással most nem nézzetek hát jó, körbe. Hát most ne nézzétek széjjel, mert... Tűna itt mindeneket csinál. Még a fogancsukat is leszette. Le. Átsúrolgattam. Hát zsíroldoztam minden, de a kezemnek is gatya van. Na, mit hova, merre menjünk? Hát. Így a fiókokat megcsináltam, bepapíroztam. Jó. Ott lesznek majd a fűszerei, stb. Ja. Hát most a legelső az, hogy a konyhaszekrény legyen tiszta és üde. Na, hát... Ez lesz majd az étkezőnk. Itt fog lenni majd egy, hát még pontosan nem tudom, hogy így vagy így lesz egy étkező. Hát majd így szerintem. Igen, ide veszünk normális függönyöket, sötétítővel, gyönyörű szép modern sötétítővel. Itt lesz majd, nem tudom, hogy mekkora szőnyeg, de szeretnék ide szőnyeget. Azt is elmondom, hogy miért. Na. Azért, mert megvettem ezeket a gyönyörű szép... Ez tényleg szép ilyen. Gyönyörű, bársonyos, szép, bársonyos. Nem nyúlok hozzá, meg hosszú a kezem. És akkor erre azt mondta, ő ezt nem vette volna meg, most meg bele van bolondulva. Igen. Veszek hozzá hasonló szőnyeget, és ez itt lesz. Mert ugye van egy kettes, ami körülbelül... Hát összesen ilyen négy személyes. Van egy darab két személyes, meg kettő darab igen. Egy személyes. Igen. Úgyhogy ezt ide egy, akarod? Igen. Most nem tudom, hogy hova tervezi, mert vettünk egy nappali bútort is, hogy ez most vagy ide megy, vagy oda. Szerintem ide. Ide fog, persze. Ide fog. Itt lesz majd gyerekek a nagy tévé. Igen. Mert ide fér csak el. Próbáltuk ma oda, bentre. Itt van egy ilyen, hát ilyen vasaló mosószerűség. De még innen még ki kell hát, pakolni, még is ez igen. Rendbe kell. Hát, tárolási lehetőségek. Az bőven van, végig van. Itt lehet felmenni a padlásra. Igen. Ilyen fűtésünk van. Itt végig ilyen. Na, következő. Fürdőszoba. Hát itt már kimostam a függönyöket. Nézzétek meg, hát nem tudom, hogy a függönytől látszódik-e, de nagy kádas. Igazából bőven elég. Nem kell lenni nagyobb. Mosógépet ne nézzétek. Majd még ide veszünk egy ilyen, hát kb. Ilyen tárolót. Mosógépet azt veszünk, azt ne nézzétek. Mert azt fogunk venni. A WC az új, a szekrény az új. Következő. Zsebiek. Igen, jól érzik magukat. Másabb, más mint stílus. A más stílusú, mint amiben most lakunk. De ha kész egy... lesz, szerintem gyönyörű. Ez biztos. Itt lesz a társalgó. Na most ide vettük ugye ezeket a ülőgarnitúrát. Itt lesz fönt ez a hatalmas tévé, nézzétek meg mekkora. Hát hogy az, hogy majd hogy felett ér, azt nem tudjuk. 220 centis, de szerintem hát nem tudom, hogy ide lesz-e, vagy amoda kintre. Meglátjuk. Ez innen el lesz tüntetve, még pontosan nem tudom, mit fogunk eszeljére tenni, de biztos... Szerintem, hogy milyenre fog. Mert van még ilyen festék, amilyen ez a fal. Jó, csak nincs már tapéta. Ja. Hát mindegy, majd valamit kitalálunk rá. Kitalálunk, így gyönyörű szép függönyök lesznek sötétítővel. Szeretnék szürkét, mint az ülő garnitúra. Szőnyeg itt is lesz, nyilvánvaló. A buthák ugye fel fogják dobni, itt van az ugye a másik. A parketta fel lesz csiszolva. Igen, a parkettát azt megcsináljuk. Fellakkozzuk. Mert már az Ali csinált ilyet, és ez lesz, ami szobán. Ez lesz a hálószoba. Na most ez a szekrény innen teljesen ki fog kerülni, és az is onnan. Ez is fel lesz csiszolva, ugyanúgy, mint az.
És akkor ide szeretnék egy nagy tükrös szekrényt, ami végig tükrös. Olyat szeretnék, ami tükrös. Veszünk egy nagyon-nagyon szép, komoly ágyat szeretnék venni, ami tényleg nagyon jó. Ide gardróbot, vagy nem tudom, hasonló. Gyerekek, minden helyiségben a klíma megtalálható. Igen. Ide majd szeretnék még valamit. Igazából még nem állt össze. Az a lényeg, hogy ezek menjenek innen ki. És akkor mutatom a gardróbomat. Ugye itt fogunk ebédelni, konyhát mutattam, és akkor innen nyílik. Jó, hát most nem nézzetek szét, nem vagyok olyan koszos amúgy. Még jó, hogy gyerekek, van még 2 hónapunk amúgy. Hát Isten, a költözéshez. És akkor itt lesz az én gardrób szekrényem. Olyat szeretnék, hogy faltól falig. És akkor külön a cipőim, a táskáim, a ruháim. Hát ez a Tina szoba lesz. Igen, ide szeretnék egy szép kis szőrös szőnyeget, ezzel a Hollywoodi sminktükörrel, pont itt van az áramja is. Gyönyörű szép függönyt, itt is van klíma, itt fogunk a Timcsikével hajazni, majd ezt is megbeszéltük már. Végig redőny, normális ablakok, hogy biztos nem fog beesni az eső. Majd ugye takarítás. Rátérem. Redőnyre, de itt ilyen a kilátás. Itt is van egy klíma. Minden helyiségben van. És akkor itt van még egy esélyszoba. Ha esetleg jönne valaki, akkor itt... Ezt már így félig meddig berendeztük. Ezt majd, át kell kárpitoznom a géppel. Igen, úgyhogy itt tud tévézni, vagy ha esetleg összeveszek a Zolival, akkor majd ő jön ide. Itt is van klíma egyébként. Úgyhogy még ide szeretnék venni ilyen álló lámpát. Szóval így gyerekek, ez a régi igazi ablakok lettek felújítva, lefestve. De ez olyan... De még... ezek sokkal jobbak, mint az újja. Állítólag nem sok... Azt ajánlotta a szakember, hogy maradjon ez, mert ez sokkal jobb. Ez még az igazi fa. Akkor szeretnék ide függönyt. Na most itt nincsen... Karnis. Hát majd ide majd kell menni karnis. Úgyhogy itt lesz majd függöny, itt lesz szépen egy fotószőnyeg, álló lámpával és virággal. Itt van a spájzám, amit majd el fogom rakni, paradicsomat, amit ültetek, ugye? Meg paprikát, abból majd fogok készíteni savanyúságot, lecsot, meg ilyeneket, úgyhogy majd ide most már lesz hová pakolnom. Nézzétek meg ezt a retro meleg szendvicsütőt. Hogy tudnám, mert finom meleg szendvics van. Úgyhogy igazából megvan minden, gyerünk az udvarra. Na, hát van itt egy ilyen szép teraszom. Igaz, ezek a bútorok bent voltak? Jó, most ne nézzetek szét, mert... Most ne nézzetek szét, mert nem muszáj. Megettek ezem a zsírold. Dohányzó asztal a Tinána. Na, szóval hát ez így a kertünk. Ott van egy almafánk, aztán van ott egy dió, amit majd össze fogunk szedni, mert egy csomó dió van. Aztán, hát ugye, ezek voltak bent, ugye ma ezt vertem szét, úgyhogy majd jön egy konténer, és akkor innen mindent elvisznek, itt is van egy asztalka, de szóval elég nagy terasza van, hogyha innen megnézitek. Akkor így, ilyen jó kis tetővel. Így. Jó, rengeteg mindent van még csinálni, de majd a kertészek jönnek. Itt legyomírtóznak mindent, újra füvesítenek. Úgyhogy gyönyörű lesz. Jó, messze még a vége, de az a jó, hogy van 2 darab nagyon hónapunk. Nagyon messze van a vége egyébként, nagyon. De 2 hónapunk van, úgyhogy most már így. Elkezdtem, megelte a zsíroldó a kezem. Ugye legjobban is azért csináltam ezt a videót, hogy lássuk, hogy miből indultunk. Jó, de hozzáteszük, hogy már itt azért 5 napja keményen dolgozunk ezen. Ezért is mondta Zoli, hogy beszéljünk róla, mert ugye általában most már itt leszünk a legtöbbet. Mert azért hát van meló, bőven. Na és hol fogsz kertészkedni? Hát itt gondoltam.
Ott új, így kb. Vagy itt a kerítés szélén, mint itt a mamának van. Az én mamának nagyon szép. Jó gyerekek, de itt úgy nézzétek, hogy itt 4 éve... Három? 3 éve itt senki nem volt. Szóval ez olyan lakatlan volt itt meg. Ezt a kis házat be kell lakni, mert vissza kell adni neki azt a sugárzást, amit rejt ez a ház. Mert ugye nem a ház tesz otthonossá, hanem te teszed otthonossá házat. Hát igen. Igazából. De ígérem, hogy vigyázok mindenre. Farkinak itt külső kutyaház is van. Sose fog vele menni. Nem, hát. Ez nagyon szépen meg lesz csinálva, gyerekek. Igaz, hogy idő, meg nagyon-nagyon sok pénz, de hát... Meg sok munka. De... Ez egyébként Budapesten van, de nem veszed észre. Ja. Nézzetek, olyan csendes, hogy... Mint a vidéken lennél. Igen, ugyanaz. Csak a madárcsicsergést hallod. Igen. Na és akkor amúgy ennyi kert bőven is elég szerintem. Itt van egy almafánk, igaz, már lepocsogott róla az alma. Hol? Ja, ott van. Itt, hogyha grillezni akarunk, vagy nyársalni, vagy bográcsozni, annak itt van a jó száraz fa. Akkor ugye van itt egy tárolónk. Hát ez jó nagy. Itt lesz helyünk mindennek. Ugye ezek benn voltak a házban, ugye ezeket ide kihoztuk. De hát gyerekek, hogy lesz munka bőven. Ezt is szépen kitakarítom majd, és akkor megcsinálom ilyen, hát ilyen szerelő helységnek. És akkor ugye ott a kapunk, itt lehet bejönni kocsival, onnan elő meg gyalogosan. És akkor itt van ugye a garázsunk. Ez is elektromos. Úgyhogy ide 2 autó nagyon szépen befér. Ugye ezeket én már otthonról hoztam, már ide lepakoltam, amiket nem használunk. Itt szépen lassan hát áthurcolkodunk. Aztán kaptunk a kecóhoz egy kocsit is. Ez is itt áll már 3 éve. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Írjátok meg kommentben nektek, hogy tetszik. Jó, igazából mögé kell látni a dolgoknak, hogy majd, ha kész lesz, akkor gyönyörű lesz. Na, segítsek valamit? Milyen más a billat van? Fazekakat. Ja, igen, mutasd, hogy milyen fazekakaid vannak. Te fálos. Fazékkészletem van. Kicsi, nagy, pörköltes, leveses. Ilyenek. Majd még kell serpenyőket vegyek, műanyagedényeket. Aztán tök jó, hogy itt is van ablak. Én ja, nekem úgy örülök, hogy itt is van ablak. Amúgy én nem tudom ezen a házon, mennyi ablak van, de itt aztán kemény az ablak pucolás. Hát majd megoldom valahogy. Van, lehúzom meg ilyenek, úgyhogy megy az gyorsan. Na, milyen szép lett, nézd meg. Ugye? Ja. Itt már gyerekek, mosogatógép, minden. Ja, 12 személyes mosogatógépen van. Jó, nagy. Majd egyébként itt van. Ugye ez 12 személyes, ez már, ha már ebben nem tudom... Annak örülsz a legjobban. Hát ja, új a gáz egyébként. Mennyivel másabb illat van. Persze, nyisd már ki, szagolj már bele. Érzem, már így is. Új a gáz egyébként. Gázt kaptunk. Nem gáz. Hát ilyen... Villany. Főzőlap. Ugye, egyébként ez is Electrolux, mint a másik. Ez is vadi új, még soha nem volt benne semmi, főzve, sütve. Hát ez vadonati új. Úgyhogy mi leszünk itt az első, aki
főz ezen a lapon. Jó illat van. Spára elszívom minden. Hát igen, gyere, kicsit igazából más stílusú. Hát persze, nem egy... Mint a, ugye... Kihúzom a szögeket, mert az előbb majdnem... Ja, belenyúltál, bele. Persze. Ezek már le vannak zsíroldózva egyébként. Ja. Lezsíroldóztam itt mindent, még a szekrényt is telibe. Le kellett. Majd ugye itt van a beépített hűtő, az itt még lesz. Ezt is ki kell mossam. Már itt. No. Már ez is ki van mosva, ki van törölgetve, gyönyörű szépen. Úgy gyerekek, nézzétek ezt a sótartót. Ezt megtartom. Ez nagyon komoly. Ezt megtartom, emlékeztek, mert ez ilyen régi fajta. Úgyhogy ezeket bolondaráló. De komoly. Ebbe teszek lisztet, panírmorzsát, ilyeneket. Aha. Jó, nagy ez a szekrény, nézd meg. Hát ez szép. Nagyon pakolós. Hát ebben nem férsz el, akkor nem tudom, hogy... Dehogy nem. Ebben már simán elférsz. Itt van az előszoba bútor. Nincs kipakolva. Itt az alja. Aztán ott van nekünk a... Ugye egy gyönyörű, szép, nagyon jó sátor. De már csak jövőre fogjuk felállítani. Ja, hát gyerekek, úgyhogy egyelőre így nézünk ki. Lesz ez még jobb is? Hát persze. És akkor mindig jövök nektek új videóval, hogy éppen mit csinálunk. Csak ez a kezdet. Hát ezt a konyhát muszáj voltam. Mondjad, csinálj. Konyhát rendesen. Ahogy mi. Majd még festeni kell egy-két helyen. De hát az már ilyen kisebb... Hát ez már részletkérdés. Kisebb probléma. Egyébként farkék is nagyon jól érzik magukat. Észre sem veszem őket. Ja. Ugye itt is van egy bejárata, ugye. Onnan is be lehet jönni. Szunyok halló! De előbb elmentünk a boltba. Így bezártam, gyerekek, és a farki kinyitotta. Nem a farki. Vagy a zsebi. A zsebi kinyitotta, és úgy jöttünk haza, hogy kim voltak az udvaron. Jó, kimenni nem tudnak az utcára. Na, úgyhogy ilyen, gyerekek. Sok meló van még hátra, de úgy gondolom, hogy az a két hónap, az pont. Ha jó Isten, látod? Idegeskedtél, hogy mennyi idő? Pont elég lesz szerintem. Mire mi idejövünk, addigra pacek lesz. Nézzétek meg, hogy gyerekek, láthatok már? Figyelj, hozzáérek. És feloltódik a lámpa. És a... Ez kicsit más stílus, mint amiben láttunk. De amúgy Fótligeten ugyanilyen konyhabútorom volt. Hát nem, mert ez fa. Hát jó. Ez rendes fa. Érted, az csak egy pozdória volt. Sajnálnám amúgy ezt lecserélni. Az biztos. Hát ez biztos egy darabig konyhaszekrény. Ez gyönyörű, szép. Csak ugye az, hogy zsíros, koszos, de már most mennyivel szebb. Igen. Úgyhogy így állunk, skacok. Na jó, gyerekek, hát ennyit az első részről. Jó, ez a kezdet. Aztán majd mindig jövünk nektek friss és új videóval, amint csinálunk itt valamit. Úgyhogy most ilyen házban... Már amúgy azt a részt kitakarítottuk, ablakokat, leszettem, ja, igen, a fűtőt. Már... Le van törölgetve a csillára. Szandékkal már megcsinálták, hát ináljék. A márkány. Úgyhogy ez már... Az már jó. Na jól van, gyerekek. Na. Hát köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt a... Kommentet hagyjatok, hogy ezért még... ezt a háztór videót. Hát, ha van valami. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek, ötleteket elfogadunk, hogy tudjuk még otthonosabbá varázsolni.
praktikákat. Tehát még a mi bútoraink bejönnek, persze. Még a mi buthaszoknak, ez az a mag, ami meg fogja dobni. Szerintem nagyon szép lesz, gyerekek, a kész lesz. Na jól van, vigyázzatok magatokra, és akkor jövünk, gyerekek, a tartalmakkal. Puszi, sziasztok! Sziasztok.